2017 őszén ünnepelte iskolánk fennállásának 90. évfordulóját. Együtt szerveztük meg, együtt készítettük ezt a kiállítást, gyerekek bevonásával természetesen. Hatalmas anyagot kellett összegyűjteni, egykori diákok, illetve egykori kollégák segítségét is igénybe vettük, és így jött össze ez a kiállítás gyakorlatilag. Tehát azt akartuk reprezentálni, hogy a térség egyik legrégebbi agrárképzési oktatási intézménye, amely gyakorlatilag, és ahogy látható hátul is, már 90 éve agrárképzés folyik iskolánkban. Mindig is ugye nagy szerepe volt itt a Barosnak, egy elit iskolának tartották, ugye a régiek még mindig úgy emlegetik, hogy a TECO. Hogy a TECO nem véletlen, ugye 1927-ben alakult ugye egy nagymúltú intézmény, és ugye a trianoni határok meghúzása után ez volt az első intézmény itt. Kolozsváron volt a legközelebb mezőgazdasági képzés, és azért jelölték ki Máté Szalkát először királyi iskolának, ugye később különböző formában képezte itt a mezőgazdászokat. Az intézményben jelenleg a következő 3 és 5 éves nappali képzésre várják a pályát választó fiatalokat. Mezőgazdasági technikus, mezőgazdasági gépész, mezőgazdasági gépésztechnikus, kertész és gazda szakmákra. Ezek 5 éves, illetve 3 éves képzések jelen pillanatban intézményünkben. Egészen Tiszabecstől, Csengeren keresztül, a közvetlen környezetében lévő Ópályi, Nagydobos településekről is jönnek a gyerekek, és szeretnénk, hogy minél többen jönnének még. Jelenleg a Máté Szalkai Baross László mezőgazdasági szakiskolának az Ópályi tangazdaságában vagyunk. Ez a tangazdaság 1993 óta tartozik az is intézményünkhez, és 7,2 hektáron helyezkedik el. Ez a tangazdaság alkalmas arra, hogy 3 szakmacsoportnak a gyakorlati képzését le lehessen bonyolítani. Az egyik ilyen ágazatcsoport az a mezőgazdasági gépész, ahol jelenleg tartózkodunk. A másik ágazatcsoport az a kertész és a gazda. Itt ugye fóliasátor, zöldséges kert, gyümölcsös áll rendelkezésre, és van az állattenyésztő teleprész, ahol az állattenyésztés mind a gazda részére, vagy pedig az állattenyésztő szakmák részére. És a tangazdasághoz tartozik még ezen kívül 95 hektár szántóterület, amelyen gazdálkodást folytatunk a tanulók aktív bevonásával. A húzó szakma az jelenleg a mezőgazdasági gépész. Ez egy nagyon hiány szakma. Korábban az állattenyésztő szakma is nagyon hiány szakma volt, de most már ugye maga a magyar mezőgazdaság átszerveződése, struktúrája ugye lecsökkent itt a térségünkbe az régen hagyományos legeltetési állattartás, gondolok itt a szarvasmarhára, a jura, hisz ugye akár a Szatmár, akár a Beregi tájegységet nézzük, onnan ugye a beiskolázási körzetünk van. Adottságait tekintve ugye korábban rengeteg gyepterülettel rendelkezik, ami csak arra alkalmas, és ugye legeltetett állatfajoknak a tartására, de ma már ez nagyon visszaszorult. Sokan választják, és állandóan ugye akikkel kapcsolatot tartunk, vállalkozók mind keresik a gépészeket, hogy ajánljak gépészt, mert nincsenek traktorosaik, akivel a földet megműveljék. Milyen szakmát választottál, és miért? Mezőgazdasági gépés, és azért, mert érdekel a szakma. Szeretnék benne elhelyezkedni. A szüleim is ezt csinálják, ebbe dolgoznak, és hát egyszerűen szeretik a szakmát, mert szép és jó szakma. Ahogy látom videókon, meg mindenhol nagyon keresett szakma, és nagyon sokan beszélnek róla. Ma a kombájnnak a részeit vettük át, hogy tudjuk a részeit, hogy ezt tanultuk, és ezért elméletben ezt tanultuk, és gyakorlatban most átvettük. Van-e kedvenc órád, vagy foglalkozásod, és egyáltalán miért választottad ezt a sulit? Hát az erőgép, meg a munkagép óra az a kedvenc óráim. Azért választottam, nekem a nagyszüleim, dédszüleim, édesapám, mindenki ebben a szakmában dolgozik. A családból sokan jártak ide, egy rokonok, meg unokatestvéremék, meg mindenki, úgy tetszik az iskola. Adtak egy ilyen kis lapot, hogy iskolák közül lehet választani, és nézegettem, és megláttam ezt a Baross iskolát, utána néztem, és megtetszett.
Voltál-e például nyílt napon itt? Nyílt napon nem voltam, de viszont láttam róla a videókat, meg a képeket. És a szakmában neked mi tetszik a legjobban? Hát a traktorok, a gépek, minden. Amit lehet csinálni, dolgozni. Szakmunkás papírt fogok kapni, melyik gondolkozok, hogy maradni kéne egy érettségén és egy technikusi végzettségen is, és utána szeretnék elhelyezkedni a szakmába. Mint gépész? Igen, mint gépész. Ezt nem lehet munkaként felfogni, aki szereti. Ez egy jó szakma. Tanulóink jelentős része jelentős hozott anyaggal jön ide, ugye ezt arra szoktuk mondani, mint otthon a családba tanul, tehát a családi gazdaságban, ugyanis már kiskora óta kapcsolatban van a mezőgazdasággal, és ugye látja a szüleit, akár ugye növénytermesztés, vagy állattenyésztés, vagy gépek vannak, és ugye ő már otthon besegít a családi gazdaságban. Mezőgazdasági technikusként tanulok, de előtte voltam egy 3 éves szakképzésen, ott gazda szakmát szereztem, és azért szerettem a mezőgazdaságot, és azért választottam ezt a szakot, mert otthon is mezőgazdasággal foglalkozunk, és szeretném továbbvinni a családi vállalkozást. Azt megkérdezhetem, hogy milyen munka folyamatokat fogsz tudni otthon csinálni, vagy az is egy ilyen szélesebb kör? Szélesebb körül, annyi, hogy állattartással nem foglalkozunk, tehát inkább a szántóföldi növénytermesztés a fő profil. És miért esett a Barosra a választás? Közel is van, meg is tudom oldani azt, hogy bejárok, és nagyon sok ismerősöm javasolta ezt a helyet. Nagyon szerették, de én is azért jöttem ide, mert tényleg nagyon jó hely egyébként. Akkor most neked lesz majd egy technikusi végzettséget, tervezed-e, hogy utána esetleg még fejleszted a tudásodat, vagy már szeretnél dolgozni? Nem, én agrármérnök meg szeretnék menni a Debrecen Egyetemre, szóval ez a jövőbeli meglátásom. Mezőgazdasági gépésztechnikusom vagyok, és ezt a szakmát azért választottam, mivel már itt végeztem egy szakmát, most visszakerültem másodszakmásként, és ez a szakma tetszett, és szeretném folytatni, meg ebbe szeretnék dolgozni. Ha magánvállalkozóhoz megyünk, vagy éppen adott saját földterület, mit tudom én, 10-20 hektár, akkor azonban eléggé szépen el lehet indulni, gazdálkodni. Mi nekünk például otthon van majdnem 4 hektár dió, van nemesbodzánk, meggyessel foglalkozunk, eddig foglalkoztunk 3000 méter uborkán, meg van 8 hektár szántónk, meg 80 kecske, 160 birka. Általában mindegyiket szívesen csinálom a gépészetbe, azért kezdtem el foglalkozni, mivel ahhoz nem nagyon értettem eddig, de eléggé jól beletanultam. Ha már valaki falun nevelkedik, sokkal másabb, mint a városi élet. Nagyon szeretem a mezőgazdaságot, mert nagyon sok szakiránya van, tehát állattenyésztés, növénytermesztés, gépészeti ágazat. Sokkal jobban meg lehet élni szerintem belőle, mint ha elmennénk egy érettségivel, akár egy gyárba, vagy bármi más munkahelyre. Szerintem a mezőgazdaság az mindenkinek fő profilja lehetne egyébként. Foglalkozunk a beiskolázással, tehát mind központi szinten van ilyen, az agrárkamara is szervez ilyen beiskolázási nyílt napokat. Azon kívül az intézményünk is minden évben 2 alkalommal, tehát ilyen beiskolázási nyílt napot tartunk. Nyakunkba veszük az általános iskolákat, és járunk beiskolázási tájékoztatást tartani, kisfilmeket viszünk, nagyon szeretik a gyerekek megnézni ezeket a kisfilmeket, elmondjuk, hogy milyen lehetőségek vannak. Én jó magam 16 központosított általános iskolát szoktam felkeresni, már ugye mindenki ismer, és hiányolnak, ha nem megyek, és hát ugye innen jönnek a diákjaink. De ugye rengeteg olyan van, akinél egy családból, ha valaki itt tanult, akkor van, hogy a második, harmadik gyereket is ide küldik, mert elégedettek az intézménnyel. Ez a fejlesztőszoba azért lett létrehozva már azelőtt, mielőtt én ide kerültem, én 3. tanéve vagyok itt, mert az intézményünkben sajátos nevelésigényű és BTMN-es, azaz beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek közül gyerekek is tanulnak. Ők normál intellektusú gyerekek, sőt most már van 2. tanéve autizmus spektrum zavarral élő gyermek is. Ők jöhettek ide a mi iskolánkba, mert az alapító okiratunkba benne foglaltatott az, hogy diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás gyerekek is jöhetnek, de mindenképpen csak olyan gyerek, aki normál intellektussal rendelkezik, illetve megfelel
az orvosi vizsgálatoknak, ami ahhoz kell, hogy egy gyermek ide jöhessen a mi iskolánkba, mint mezőgazdász tanulni. Ezeknek a gyerekeknek a szakértői véleményükben meg van határozva, hogy heti hány óra foglalkozáson kell részt venniük, és ezt mi biztosítani tudjuk a számukra. Órarendben szerepel, a saját órarendjükben benne van, hogy mikor kell jönniük, és rendszeresen jönnek. Nagyon sokat segít, hiszen most is érettségi előtt álló tanítványaim vannak, hárman is, akik hozzám járnak. Önállók például van olyan, hogy bele van írva a szakértői véleménybe, hogy például valamelyik tantárgyból írásbeli munka alól van felmentve, akkor ők nem készítik el az írásbeli vizsgát érettségén, hanem csak szóban fognak érettségizni, kettő tételt fognak húzni, és erre ők föl lesznek készítve minden tantárgyból, és minden segítséget megkapnak a szakoktatóktól is, közismereti oktatóktól is, illetve tőlem is. Sokan jelentkeznek, és minél többen szeretnénk, hogy ezután is jelentkeznének felnőtt képzéseinkre. A szakemberek olyan oktatást adnak ezen a szinten is, felnőtt képzésben is, ami megállja a helyét. Például egy erdésztechnikus, vadgazdálkodási technikusi képzésre gondolok, például egy mezőgazdasági technikusra. Ez a Baross László mezőgazdasági technikumnak a vadgazdálkodási szaktanterme. Ide vadgazdálkodási vagy erdészeti célból tovább gondolkodó emberkék jelentkeznek, itt sajátíthatják el a vadgazdálkodás és az erdészet egyes részeinek a tudományágának a részeinek a lehetőségét itt ismerhetik meg. Gyakorlati képzésünk nagy része természetesen itt nem valósítható meg, ezért különböző vadgazdálkodási egységekhez járunk így gyakorlati tevékenységek végzésére. Kik partnerek ebben? Hát több partnerrel rendelkezünk, országos szinten is, dunántúli társaságok is vannak, ahová járunk. Itt a közelben található akkori Erdőgazdák ZRT, különböző vadásztársaságok, körülbelül 5-6 ilyen fix társaság van, ahol az apró vadtenyésztéstől, nagy vadtenyésztésen keresztül mindent el tudunk magyarázni, bemutatni a gyerekeknek, illetve a esti képzésben résztvevő felnőtteknek. Nagyon régi vágy, ez a vadgazdálkodással kapcsolatos tevékenység, és most adta úgy az élet, hogy van rá lehetőségem, időm, így 50 évesen, hogy én ennek neki fogjak. Nekem nagyon jó élményeim vannak, olyan emberekkel hozott össze, akik hasonló gondolkodásúak. Minden élmény volt az elméleti része, a gyakorlati része az benne van minden. Tehát ami a vaddal kapcsolatos, a természet szeretettől kezdve az egész úgy, hogy úgy egyben. Nagyon jó. Akinek van rá affinitás, én azt mondom, hogy ezt fogja is csinálni. Én érzem, hogy menni fog. Mivel nagy rá a kereslet, így tudom kamatoztatni egyébként, vagyis hát bízom benne. Mivel minden vadásztársaságnál szükséges legalább egy embernek a középfokú szakirányi végzettség megszerzése, ezért a megyében körülbelül 80 vadgazdálkodási egység van, tehát nagy a kereslet ez iránt a szakma, illetve a képzés iránt. A képzés népszerűségét még az is jellemzi, hogy azért az országban kevés helyen oktatják ezt, és minden évben van több dunántúli hallgatónk is, illetve határon túliak is voltak már, akik jelentkeztek, és vannak is. Nálunk oktatott, majd hirdetett szakmák közül egyedül a kertész szakma az, amelynek a vizsga feltétele nincs jogosítványhoz kötve. A többi szakma, akár az erdész, a vadgazdálkodási technikus, gazda, ugye minimum B-kategóriás jogosítvány, a gépész pedig kimondottan T-kategóriás okosítvány, és ugye az sem egy elhanyagolható szempont, hogy ezt az intézményünkben ingyen meg tudják szerezni a T-kategóriát. Úgy gondolom, hogy intézményünk a környéken lefedi azokat a lehetőségeket, amikre a mostani gyerekeknek, illetve a mostani családoknak szüksége van. Értem ezt úgy, hogy nagyon sok család él mezőgazdaságból, szeretne továbbra is megélni. Mi ehhez modern szolgáltatásokat, illetve tanulmányokat nyújtunk, kiegészítést arra tekintve, hogy ezt valóban akár egy papírral a kezükben, akár egy érettségivel és egy szakmával a kezükben megtegyék, amivel ugye sokkal többet tudnak már haladni. Ezen kívül versenyeken veszünk részt, megyei és országos szintű versenyeken vesznek részt a diákjaink jó eredményekkel. Akik erre a pályára készülnek és ilyen családokban nevelkedtek, ahol öröklötték a mezőgazdaságnak a fogalmát esetlegesen, akkor mi ezt
azaz értékkel tudjuk kiegészíteni, azzal a tudással, amire szükségük van ezeknek a tanulóknak, gyerekeknek. Egy mezőgazdasági szakközépiskolában kezdtem a tanulmányaimat, és az olyan alapokat adott az élethez, hogy egyébként az élet bármely területén az ember helyt tudott volna állni, de mégiscsak ezek a gyökereink, mégiscsak ezek a család indítatásaink, mégiscsak az ember itt érezte magát biztonságban, itt talált hasonszűrűekre, barátokra ezekben az iskolákban. Úgyhogy én mai nap is ezt választanám, holnap is ezt választanám. Én biztatok minden szülőt és minden fiatalt arra, hogy válassza a mezőgazdasági szakképzést, hiszen olyan lehetőségeket talál benne, olyan kihívásokat talál benne, olyan érdekérvényesítést talál benne, olyan sikereket talál benne, amely nincs más ágazatban. Hiszen a 21. század kihívásai az pontosan az agrárium és az élelmiszeripar körül fognak lenni.